akkor, hogyha ez meg nem fordul a fejébe, akkor is azt hiszem, hogy nagyon élvezi mindenki. Timo Boll, az európai top 12 győztese, nem olyan nagyon régen. És hát megelőzi, ezt most azért szögezzük le, az európai ranglistán Janove Weidnert, nem olyan nagyon sokkal, Boll a második, Samsonov mögött, Weidner pedig a harmadik. Mondjuk ez az aztán, ami egy ilyen szituációban én azt gondolom semmit nem jelent. Boll egyfelől a túlélésért hajthat, ugye Hákánzom Mosik mérkőzés győztese. Azért, hogy legyen egyáltalán olyan mérkőzés, nem tudom, miért mondtam ezt a győztesét, semmi köze nem volt itt az egészhez. A lényeg az, hogy ugye Weidner megint csak összefutott egy balkezessel, Mosikot. Ki merem mondani, hogy nagyon biztosan vertem. 8-4-8-4 volt az első két játszma. Onnan 11-9 mind a kétszer Weidnernek. Kis Jan akkor csinált pontot, amikor akart. Igazából talán az elején, szettek elején egy picikét elkalandozott. Itt most, ha elkalandozik, az korán sem biztos, hogy belefér egyfelől. Másfél az sem biztos, hogy el fog kalandozni. Az első pont, Bollé. A második meg Weidneré. Az nem akármilyen labda lett, és Bollé lett a pont. A drop nem jött be igazán Weidnernek. De nem fejlődöm, egészen biztos, hogy az volt az oka. A szép. 3-1. Azért az már most látszik, hogy itt emberére akadt Weidner. Itt ez nem lesz olyan könnyed. Kis hancúrozás, mint az első meccsen. Ez nem volt igazán jó szerva. Innantól nem nagyon volt esélye Weidnernek. 5-2. Mondhatom most már lassan, hogy Weidner szokásának megfelelően a szett eleje az ellenfélé. Hét 3, ugyanúgy 4 ponttal vezet Boll is, mint egy vezetett Mosik. Aztán 2-t villan Weidner, és 7-5. Igaz, most Boll adogat. Thank you.
Ajajaj, és így van vége ennek a szenzációs menetnek. Egy netszel. 9-5. Na elég lesz, vagy vissza tud-e jönni Boll ellen is. Ilyen helyzetből, mint ahogy Vosik ellen. Innen már nagyon-nagyon nehéz lesz. 4 játszmalabdája van Timo Bollnak. Ezúttal Wagnernek volt szerencséje. És most Wagner adogathat kétszer, ezt azért ne felejtjük, de attól függetlenül még két játsz valamra. Hármat fogott meg eddig Wagner, hogy ezt a szettet is megnyeri, akkor az már teljesen mesébe illő lenne. De nem tudja megnyerni. Túl nagy volt az előny ezúttal. És tényleg hát nüansz dönt. Itt azért Boll ellen 4 pont nem fér bele. Lehet, hogy 3 pont befért volna. Mert ugye... Három játszmalabdát hárított Janove Wagner. Az elmúlt 2 mérkőzést az nyerte, aki bukta az első szettet. Az első találkozó volt az egyetlen, mikor is ugye csimán 3 játszmában nyert valaki. Az pedig történetesen Janove Wagner volt. Oda tud-e végig figyelni? Én azt hiszem, ez a fő kérdés. Közel a 40-hez nyilván nem könnyű. Az is teljesen egyértelmű, hogy amikor azért ilyen nagy bajban van, akkor csodálatosan összeszedi magát, és azért simán fölveszi a versenyt Bollal. Igen ám, csak hát a szettek eleje most már mondhatom. Hogy nem engednél az ellenfelet? Nyilván könnyebb lenne, de hát megint elengedi 3-0. Itt korán sem olyanok a szervák, korán sem olyan koncentráltak a fogadások. Négy nulla. Öt. Volt ilyen is. Akkor Vosik ellen 5 ötlet pillanatokon belül. Most rövid volt a tenyeres fogadás. Eddig ez bejött, most nem. Itt ebből tisztán támadhatott Boll. 6-2. Nem jött ki jól most a szervából.
8-2, borzasztó látványos volt a labdamenet. Éledezhetnek a németek reményei, egy olyan dologhoz kerülnek közel, amivel kalkulálni semmiképpen nem lehetett. Reménykedhettek bennem, abba, hogy Boll megverheti Wagnert nyilván. De azért kalkulálni, számolni ezzel nem lehetett. Úgyhogy amikor az előbb kikapott Hilischer Carlssontól, akkor én azt gondolom, joggal gondolhatták azt, hogy nagy baj van. Most viszont már lehet, hogy korán sincs akkora német szempontból. Ojjjjjjj, 6 játszva labdája van Bollnak. Csuda dolgokat művel, és aztán most már itt labdameneteken belül is megfigyelhető a hullámzás, mert aztán a legeslegkönnyebbet rontotta el Janove Wagner. 11-4-re bukja a második játszvát, és 0-2-ről kéne fordítani ahhoz, hogy itt most a svédek befejezzék. Na, mit tud kitalálni? Van közül ki majdnem kétszer annyi idős, mint Timo Boll. Ez mondjuk a mozgás mennyiségen némiképp látszik is. Nyilván. Boll pedig nagyon jól játszik, ezt ne felejtjük. Itt egy szenzációs megoldások. Ez a pont történetesen mondjuk Wagner élet, de ez a négy közül az egyik volt. Na nézzük! Föl tud-e kelni, be tudja fejezni esetleg. Nézi Wagner, nem érti, hogy miért megy így a szervája. Azért az ő adogatásait ritkán szokták így letámadni. Három egy. Picit talán el is bizonytalanodott. Boll pedig csodálatos dolgokat művel. 4-1, jobban meg fogja verni lehet Wagnert, mint ahogy megverte Håkansson. Bár az is igaz, hogy az is tulajdonképpen elég sima volt, leszámítva az első szettet. Janove Wagner időt kér. Hát fiatalabb ő se lesz, ez teljesen nyilvánvaló. Őszintén szóval az is nagy csoda, hogy még így tartja a lépést a fiatalokkal, bár azért azt is tegyük gyorsan hozzá, hogy Boll most egyáltalán nem tartja a lépést. Talán csak az első játszvában volt egy periódusa. Akármihez nyúl, az itt most nem sikerül. Hat egy. Ennek lehet, hogy nagyon gyors vége lesz. Ha
8-3. Közel megint Timo Boll ahhoz, hogy kiegyenlítsem. És akkor ő megtesz mindent. Benne egy nagyon nagy skalpal. Hopp, még egy kis mázlés. 9-3. Innen már nincsen visszaút szerintem. De is látszik igazából Wagneren, hogy nagyon hinne ebben. Csak hogy azért így maradjon meg az emlékezetünkben. Őrületes. Óriási játékos. Még akkor is, hogy épp most a jött csúgyák kikapallik, ha nem. Hat mérkőzés labdája van Timo Bollnak. Azért megmutatja, hogy ő is el tudja küldeni a másikat, de rettentően. Itt a vége. Szóval azért mondtam a három labdával a vége előtt, vagy kettővel, hogy úgy maradjon meg Janove Wagner az emlékezetünkben, mert egyáltalán nem biztos, hogy látjuk őt.